egy fontos dolog jár az eszembe. Sanyinak van egy célkitűzése, a fiamnak van egy célkitűzése, és én akkor leszek boldog, hogyha ő ezt a célkitűzését megvalósítja. Az a tapasztalat, a korábbi tapasztalatom, bár én nem értek a kajakkenuhoz, hogy azért a középfutam alapján nem lehet azért megjósolni a biztos döntőt. Ebben még rejthet meglepetéseket is akár a döntő. Menjél a hajó! Nagyon el nem tudom mondani, hogy milyen nagyon boldogok vagyunk. Nagyon nagy boldogság számunk. A fiunk elérte, amit szeretett volna. És ez a boldogság, hogy az olimpián a dobogó legfelső fokára állhatott, és gratulálunk. Sok-sok puci, kisfiam! Nekem egy 15 évvel ezelőtti kerti sütögetésen történt beszélgetés jut eszembe, meg ez forgolódott már nagyon régóta a fejembe. Ezen a beszélgetésen Sanyi 12 évesen, kicsit félrevonulva a Gellai Zitával, aki egyébként itt van a nézők között, beszélgetett és faggatta a Zita, és hogy mit szeretne ő, hogy szeretné, milyen céljai vannak. És Sanyi akkor azt mondta, hogy ő olimpiai bajnok szeretne lenni. És megcsinálta. Segítettétek, hogy ne menjen ez a hajó. Egészséges.